mondhatnám. Egy határ mi elválaszt kedvesemtől, de szívem hazajár. Felnézek éjjel a csillagokra, hideg a keleti szél, de hiszem, hogy egyszer még megtalállak, senki nem vesz el többé. Határ minket el nem választ, hisz egy nyelven szólunk az Istenért. Kedves magyar testvéreim, ismételt kiállásunk estéjén Kárpátalja önrendelkezéséért énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Isten áld meg a magyar, jó kedvel bűséggel, nyújts felé. Hallgassuk szeretettel dr. Morvai Krisztinát. Isten hozott benneteket, kedves magyar testvéreim, kedves barátaim. Részletek következnek az Egyesült Nemzetek nyilatkozata az őslakos népek jogairól című nemzetközi emberi jogi dokumentumból, amelyet több mint 140 ország, 140 állam aláírt, és ezért a nemzetközi jog általánosan elfogadott normáinak tekinthetők a következők. Hallottok-e így? Vagy tegyek valamit, hogy még hangosabban beszél. Az őslakos népeknek akár csoportként, akár egyénenként joga van az Egyesült Nemzetek alapokmányában, az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában és a nemzetközi emberi jogban elismert valamennyi emberi jog és alapvető szabadság teljes körű élvezetére. Az őslakos népek és természetes személyek szabadok, és minden más néppel és természetes személlyel egyenlők, valamint különösen az őslakos származásukon vagy identitásukon alapuló jogai gyakorlása során joguk van a diszkrimináció minden formájától való mentességhez. Az őslakos népeknek joguk van az önrendelkezéshez. E jog által szabadon határozhatják meg politikai státuszukat, és szabadon folytathatják gazdasági, szociális és kulturális fejlődésüket. Az őslakos népeknek önrendelkezéshez való joguk gyakorlása során joguk van a bel- és helyügyeikhez kapcsolódó esetekben az autonómiához vagy önkormányzathoz, továbbá az autonóm funkcióik finanszírozását szolgáló megoldásokhoz és eszközökhöz. Az őslakos természetes személyeknek joguk van az élethez, a testi és mentális integritáshoz, a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz. Az őslakos népeknek kollektív joguk van arra, hogy mint különálló népek szabadságban, békében és biztonságban éljenek. Az őslakos népeknek és természetes személyeknek joguk van ahhoz, hogy ne legyenek erőszakos asszimiláció alanyai, vagy kultúrájuk ne semmisüljön meg.
az őslakos népeknek és természetes személyeknek joguk van ahhoz, hogy az érintett közösség vagy nemzet hagyományainak és szokásainak megfelelően egy őslakos közösséghez vagy nemzethez tartozzanak. E jog gyakorlásából semmiféle diszkrimináció nem keletkezhet. Az őslakos népeknek joguk van arra, hogy újjáélesszék, használják, fejleszték és a jövendő generációknak átadják történelmüket, nyelvüket, szájhagyományaikat, filozófiájukat, írásrendszerüket és irodalmukat, és hogy megjelöljék és fenntartsák a közösségekre, helyekre és személyekre vonatkozó elnevezéseiket. Az őslakos népeknek joguk van a hagyományosan tulajdonukban lévő, elfoglalt, vagy más módon használt, vagy megszerzett földekhez, területekhez és javakhoz. Arra kérlek benneteket, hogy tegye föl a kezét közületek az, aki hallotta már, akár a külügyminisztérium, ami a hátunk mögött, háta mögött van, akár a magyar kormány bármely képviselőjét Ukrajnával kapcsolatban idézni ezt a nemzetközi jogi dokumentumot. Hallottátok-e azt, hogy például akkor, amikor Magyarországnak szavaznia kellett, Ukrajna társult tagságáról az Európai Unióban, Magyarország, a magyar kormány, a magyar állam azt mondta volna, hogy azzal a feltétellel, hogy az ebben, az ENSZ dokumentumban, ebben az emberi jogi normában foglaltakat betartjátok. Nem látok egyetlen kezet sem. Mi lehet az oka annak, hogy sem ezt az emberi jogi dokumentumot, sem más olyan jogi normát, amely alapján az őslakos nemzeti közösségek jogai emberi jogoknak minősülnek és kikövetelhetők, egyszerűen nem használnak fel, nem használnak követeléseink alapjául. Mi lehet ennek az oka? Megmondom. Semmi más, mint a gyávaság, a teljesen oktalan, felesleges és megmagyarázhatatlan gyávaság. Adventben vagyunk, várakozunk. Szeretném felolvasni nektek, és őnekik is, akiknek bátorságra és küldetésre lenne szükségük, ahhoz, hogy kiálljanak magyar testvéreinkért. Szeretném nekik felolvasni Lukács evangéliumából, hogy miért is jött a földre az, akit most várunk, Jézus Krisztus. Minden keresztény embernek ő a példaképe, de aki nem tartja magát kereszténynek, őnek is bátran ajánlom, hogy legyen legalább az egyik példaképe. Az Úr lelke van rajtam, azért kent föl engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Elküldött, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, és látást a vakoknak, hogy szabadon bocsássam a megtörteket, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Uraim, Hölgyeim és Uraim, önök miért jöttek erre a földre? Önöknek mi a küldetésük? Álljanak ki végre a magyarok önrendelkezésért. Legyenek végre bátrak, viselkedjenek embermódjára, viselkedjenek magyarként. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Isten óvja és vezesse Magyarországot. Áldott adventet, áldott karácsonyt kívánok mindannyiótoknak. Köszönöm. Hallgassuk szeretettel Reiner Péter. Adjon az Isten! Tisztelt honfitársaim!
kedves barátaim és harcostársaim! Ebben az évben már többször felemeltünk szavunkat, kifejeztük tiltakozásunkat ezen a helyen és a Schwab-hegyen is. A trianoni diktátum következtében elszakított a jelenlegi Ukrajna területén élő kárpátai magyarságunk önrendelkezésének érdekében sorsuk iránt mélységesen aggódva és felelősséget érezve. Kérdezem, hallatszik-e, amit mondok? Mivel helyzetük nemhogy javult, de az idegen érdekek miatt folyó háborúskodás miatt súlyosbodott fenyegetettségük, nőtt halottaik száma is, újra és újra fel kell hívnunk hazai közvéleményünk figyelmét sorsukra, a rájuk leselkedő veszélyekre. Szomorúan kell újból és újból tapasztalnunk, hogy az elvileg alkotmányunkban biztosított alapjogként nemzetünk ismétel szerves részeivel vált Kárpátalján élő magyarságunk, a magyar állampolgárságok visszavételének lehetőségével, de sorsukkal mégsem foglalkozik veszélyeztetett helyzetüknek megfelelően a nemzet egységét szavak szintjén hangoztató kormány és annak erre hivatott külügyminisztere. Külügyminisztérium. A bizonyítottan kívülről és felülről sugallt és kezdeményezett orosz-ukrán háborúskodás, mely idegen érdekeket szolgál, és nincs köze az ott élő magyarságunkhoz és ruszin érdekekhez, a Kárpátalján egymással eddig békében élő nemzetiségek életét veszélyezteti. Miért is kell ismételten kiállnunk és újra figyelmeztetnünk? Mert az elvileg alaptörvényünkben lefektetett minden jelenlegi határainkon kívül élő magyarnak az élethez és az emberi méltóságukhoz is fűződő jogvédelmet garantáló kormány még nem védett meg egyetlen Kárpátalján élő magyar nemzettársunk életét és alapjogait sem. Sőt, mi, akik értékelen választásunk okán szükségesnek érezzük a folytonos odafigyelést és segítést, meg kell, hogy állapítsuk, idézőjelben mondom, hogy pártunk és kormányunk nem tudja védelmüket biztosítani, mint ez legutóbb történt, amikor november végén fölhajtásra igyekeztünk Kárpátaljára, Szolyvára, a bolsevik megsemmisítő haláltáborok emlékeire a magyar népirtás sajnálatos 70. szomorú évfordulója. Pedig vártak ránk testvéreink, nem üres kézzel és bizony telt szívvel készülöttünk sokat szóra, meghívásukra, emlékkonferenciájukra és emlékkoszorúink elhelyezésére. Miért kellett megalázó körülmények között a jelenlegi gúnyhatárainkon sok órás várakoztatás közepette megtudnunk az ukrán határrendészettől, hogy egyik utastársunk már fél éve hatályosan persona non grata, azaz nem kívánatos személy a jelenlegi Ukrajnában, amitől a magyar kormány plusz garanciákkal elvileg védelmet nyújtó diplomata útlevelesen védte meg. Hogy van az, hogy a külügy meghosszabbított kezeinek számító, különleges jogállású és a magyar állampolgárainak, így az ott élőknek is védelmet garantáló konzulátusunk munkatársa is csak tehetetlenül széttárták kezeiket, minket és magukat kiszolgáltatva az ukrán hatóságok kénye, kedvének. Mi az az ok, ami a ránk váró ott élő barátainkat mévaságra és folyamatos hallgatásra kényszeríti? A válasz a mocskos és tőlük idegen fiaikat és férjeiket folyamatosan fenyegető, idegen érdekeket szolgáló háború, ahol a Kárpátalján élőket ágyútöltelékként akarják felhasználni, a hírek ellenében rájuk váró tömeges behívás rémélve fenyegetve folyamatosan létüket. Látniuk kell az ott élő közel 200 000-es magyarságnak, hogy tökéletesen TUSZ helyzetbe kerültek, mivel a magyar kormány szolgai módon a NATO kényszere miatt kizárólag Ukrajna területi egységgel áll ki minden szinten, a magyarság jogaiért viszont nem. Akkor mi végre volt az ezt igénylő részére történt magyar állampolgárság törvénybe foglalt garanciája? Nem felejtem el soha részvevőjeként, sajnos leszavazott részvevőjeként, a 91-es beregszázi referendum hogyan került asztalfiókba az Antal kormány idején, de az sem, hogy ezt hogy osztotta meg a kormánypártokat és hogyan lett többek között csírásolja a valamikor jobb sorsa érdemes Magyar Demokrata Fórumnak. Kérdem én! Megoldotta a Románia, a NATO és uniós csatlakozása az ott élő magyarságunk alapvető jogainak és önrendelkezésének garanciáját? Vagy talán Szlovákia garantálja az ott élő őshonos magyarságunk
önrendelkedését? Persze, hogy garantálja. Az érvényben lévő benes dekrétumokkal például a 103 éves magyar tanárnő és még sok száz társa, magyar társa jogainak lábbal tiprásával, kirekesztésével. Talán várhatunk valami Szerbiától is? Attól a Szerbiától, mely magyarságunkért kiállókat jelenleg is súlyos börtönbüntetésen sújtja, ugyancsak a magyar hivatalos politikai képviselet törekvései szerint visszavonhatatlanul uniós tagságra van ítélve? Nagyon büszke vagyok arra, az utóbbi közel 20 évben eddig közel 1000 honfitársamnak és barátomnak mutathattam meg hitelesen Kárpátalja csodás, épített örökségét, és az ott élő magyar testvéreink életét, kultúráját és végtelen vendégszeretetét. Csak egyet emelek ki ezek közül a közel 20 évig működő, sajnos már megszűnt Prédó verséneklő együttest, mely sok tízezer honfitársamnak szerzett örökérvényű közösségi múlhatatlan élményt. Természetes, hogy felfedező és nemzetelősítő útjainkon többször is részt vehettem a mellette megszólaló és nemzetünkért oldhatatlan felelősséget érző jogvédőbarátaim, Morvai Krisztina és remélem szerint majd itt megszólaló Gaudi Tamással együtt. Munkájuk hitelességét többek között ezek a honismereti útjainkon alapozták meg a teljes Kárpát-medencében hitem szerint, legalábbis ezek óta hozzájárultak. Így volt ez most is november 21-én, amikor Hegedűs Lórántal együtt öten kezdtünk újra, együtt keltünk útra hitet és reményt vinni és hozni, a szeretet önzetre ajándékait átadni, ugyanakkor gyászukban osztozni az 50 ezer magyar mártír halála emlékhelyén Szolyván. De mások úgy gondolták, jobb, ha távol maradunk, mert bár ezt csak következőt tudjuk, hogy itt ezen a helyen, ezen a télen Hegedűs Lóránt is aggódással felszólalt, példamutatása, vagyis az, hogyan kell viselkednie ma egy nemzetért felelősséget viselő Isten szolgáló magyar hazafinak, Szolyván ne történjen meg. Kik azok, és kiknek az érdekeit sérthette Hegedűs Lóránt lelkész, akik itthon és kint közösen úgy döntöttek, hogy tevékenységével sérti az ukrán állam nemzetbiztonságát, és kik döntöttek ezért Hegedűs lelkész 5 éves kitiltásáról, méghozzá oly titokban, hogy ezt csak a gúny határ átlépésekor tudhatta meg a felesége jogán teljes védettséget ígérő diplomata útlevele ellenére. A kérdésekre adható helyes válasz csak vélelmezhető, és alapvető véleménynyilvánítási szabadságjogom gyakorlásával adható meg. Hegedűs Lóránt felelős igazszólása elsősorban sérthette saját jelenlegi egyház elöljárosságai egy részének érdekeit, akik nem átalják folyamatosan jelenleg is palástvesztéssel és járó fegyelmi eljárással fenyegetni és bepanaszolni. Másodszorban a kettős beszédű és cselekedetű meghatározó külügyéreink érdekeit, akik bort isznak és vizet prédikálnak, értsük alatta a már közelmúltban nyugdíjba küldötteket és a háttérhatalom jelenlegi folyamatos kiszolgálóit. Csak nem gondolja komolyan valaki, hogy az ezersebből vérző, háborúban álló, a teljes közigazgatása korrupció pókhalójában vergődő, talán soha nem volt és nem létező jövőjű ukrán állam odafigyel arra, hogy egy civil budapesti tüntetésen mit mond egy szónok, aki ráadásul példátlan korrektséggel nem csak magyarságunkért emel szót, hanem a sztálini milliós népirtást, a holodomot is kiemelt mondani valóként kezeli, mint Hegedűs Lóránt. Mindenképpen voltak itt kiáró sugók, neveiket most nem emelem ki, de figyelmeztetem őket, ne dőljenek nyugodtan hátra kipárnázott miniszteri, államtitkári székeikbe. Végül mi felelősen őrködünk, továbbra is figyelni fogunk, és hitünk választott értékrendünk szerint olyan magyar jövőért dolgozunk, ahol nem válik szél az írott szó a cselekedettől, ahol a bűnök után mindig következetesen a büntetés következik, ahol véglegesen megszűnik a bűnök megítélésének kettős mércéje, és ahol a magyarságunk nemzetegyesítése valóságá válik, és végre egy hazában élhetünk. Isten óvja a magyar közös magyar hazánkat, közös nemzetünket, áldott adventet és áldott karácsonyt kívánok minden társamnak. Köszönöm a lehetőséget.
a kárpátaljai magyaroknak énekét hallgassák meg szeretettel. Mindig velem, Uram, mindig velem, még ha nem láthat is gyarló szemem. Hallgassuk szeretettel Budaházi Györgyöt. Szabadság, minden kedves megjelent magyar testvéremet üdvözlöm itt a Bem téren, ezen a fagyos estén. Kicsit úgy érzem magam, mint a régi 2002 és 2006-os időszakban, amikor kevesen voltunk, de mindig ott volt az a törzsgárda az összes tüntetésen, és már kezdünk ugyanúgy egy ismerősé válni, akik az elvekért kiállnak, ugye ezt a Kossuth téren elmondtam most a kettősállam polgársági folytatott népszavazás 10 éves évfordulóján is, hogy régen az elvekért még többen megmozdultak, most már nem annyira szeretnek, de kialakul újra egy ilyen kis mag. És remélem, hogy ez a kis mag eljut majd szépen oda, hogy viszi a parazsat. Aztán ugyanezt 2006-ban ugyanezt történt, hogy amikor lobbant a parázsból a láng, akkor legalább ott volt a parázs, ott volt a mag, amiből föl lehetett építkezni. Talán lesz még ilyen. Amikor Krisztinát hallgattam, az jutott eszembe, hogy ezt a őshonos kisebbségekről szóló nemzetközi jogi egyezményt itt olvasta, hogy lehet, hogy a magyarság nem számít őshonos lakosnak, vagy van egy olyan passzus a végén, hogy ez mindenkire érvényes, kivéve a határon túli magyarokra, mert hogy ahogy itt felolvasta, hogy milyen szabályoknak kellene megfelelni, hát nekem az jutott eszembe, hogy alig-alig felel meg itt a környező elszakított területeinken a megszálló országoknak a hozzáállása ennek a nemzetközi jognak. És ugye fölmerült az is, hogy mi lehetne a küldetése ezeknek az uraknak, hát én azt tudom mondani, hogy a lóvé az ő küldetésük, és lesz-e olyan önrendelkezési követelése annak a Kárpátaljának, amelynek úgymond a legnagyobb ilyen szervezetének a vezetője, ugye a miniszterelnök úr tanácsadóként már milliós jövedelemmel ücsörög, vajon érdeke lesz-e neki fölemlegetni a Krisztin által előcitált nemzetközi jogot. Ugyanígy, ugye, hogy ezek a nemzetközi jogi normák nem érvényesek sehol a környezetünkben lévő országokban, hogy itt Péter elmondta, például a felvidéki magyarok esetében, hogy a Benes dekrétum. Vajon miért nem emelik fel a szavukat tömegesen ez ellen az európai politikusok? Hát a lóvé, hát a lóvé, hát megvan a lóvé, hát ha van kedvünk, mondunk valamint. De inkább jobb, ha csendben vagyunk, mert akkor nem figyelnek föl rá. Kevés olyan ember van, mint Krisztina, aki kihasználja azt a lehetőséget, ami elvileg mindenkinek adott lenne. Tehát sajnos ezzel számolnunk kell. Én ezért vagyok ennek az egész rendszernek, amiben létezünk itt, ennek az Európai Uniós és annak a magyarországi megfelelőjének az ellenlábasa, mert amíg ez a rendszer ilyen, addig mindig az lesz, hogy a kezdeményezéseket megfojtják a korrupcióval. Az is egy korrupció, hogy megvesszük az embert, beletesszük egy jó pozícióba, és elhallgat egy idő után, még ha az elején volt is valami szava. Visszatérve konkrétan erre az eseményre, ugye itt a tavasszal volt egy tüntetés, amely hát egy elég jó és kemény hangvételű petícióval zárult. Én azt mondom, hogy amellett a petíció mellett ma is ki kell tartsunk. Ugyan én most nem tudom, nem hoztam el ezt, és nem tudom, hogy esetleg Góldi Nagy Tomi, aki közben megérkezett, majd tud-e belőle idézni a főpontokból, de az egy nagyon is jó petíció volt, ahol igenis kimondtuk,
hogy egyrészt jár az önrendelkezés a határon túli magyaroknak, másrészt jár nekünk is, magyaroknak az, hogy igenis az a mi földünk is, és akár az Magyarországhoz is tartozhatna megint. Ez a petíció tartalmazott revíziós megfogalmazásokat is. Én voltam talán az első ebből a körből, aki belefutott abba, és gondolom, hogy ez összefügghet a petíciókkal, hogy Ukrajnából kitiltottak. Ez most nyáron, augusztusban volt, valamikor augusztus közepén, ha jól emlékszem, akkor szerettem volna kimenni Kárpátaljára, és határon nézték a gépbe, hogy hát én nem mehetek be. Akkor azt is megtudtam utólag, meg ki is lehetett számolni, hogy az előtte való napokban került föl az én tiltásom, vagy az én nevem a tiltó listára. Vajon ki volt az, aki az ukrán állambiztonságnak fülest adta? Mert nem nagyon beszéltünk róla a telefonon, hogy én oda fogok menni, tényleg csak interneten, Skype-on, ezt is azért mondom, hogy mindenki gondolkozzon el, hogy hova ér el a kezük, és tudtak róla, hogy menni fogok valakitől. Csak nem ezek az urak, akiknek a küldetése a lóvé, csak nem ezek az urak volt, akik a fülest adták, és nem úgy történt ez annak idején, hogy megy ez a Budaházi, ez egy ilyen veszélyes felforgatóelem, és egyébként is itt tavasszal csinálták ezt a, ők voltak azok, akik csinálták ezt a tüntetést, és itt revíziót akarnak, és vigyázzatok, és akkor mindenkit kitiltottak. Mert ahogy itt számolgatom Lórinak az időpontját, az is kb. Az enyémmel együtt fut, akkor ugye egy húzamba mindenki fölkerül, csak ugye nekem azt nem mondták, hogy a többiek is fölkerültek. Hát én azt gondolom, hogy lehet, hogy ez így történt, és kíváncsi lennék, hogy Morvai Krisztina és Gaudi Nagy Tamás, és Zagyva Gyula, és mindenki, aki itt volt akkor és felszólalt, vajon be tud-e menni Ukrajnába, ki kéne próbálni, mert nem lennék meglepve, ha nem. Ha meg igen, az meg akkor örülünk, akkor biztos tudnak ott értelmes, helyes, szerencsés dolgot csinálni. Végül pedig még néhány szót arról, hogy én azért már akkor, amikor még csak onnan tudtam felszólalni a Dunapartról, már nem jöttem ide, talán, ha emlékszik valaki, aki itt volt, és az interneten is többször elmondtam ugyanezt, hogy én attól aggódok, hogy a szerbiai forgatókönyv fog megvalósulni a jugoszláviai Ukrajnában is. Ez akkor még dúlt a háború, még az elején voltunk. Hogyha nem cselekszünk, le fog zárulni ez a konfliktus valahogy, úgy, hogy a most konfliktusban felek valamilyen megoldást találnak, és véget ér a dolog, mint a Jugoszláviában is ez megtörtént, és aki ebben a megegyezésben nem vesz részt, ez így járt. És most, ha nem cselekszünk a magyarság érdekében, akkor már lehet, hogy olyan helyzetbe kerülünk majd, mint most a délvidék esetében, hogy lemaradtunk az eseményekről, és sokkal nehezebb. És nézzünk körül, hogy Ukrajnában pontosan, ahogy megmondtam, afele tart a dolog. Most már nincsen az az állandó háború, most már az ukrán állam kezdi belátni, hogy elvesztette Kelet-Ukrajnát, nem fogja már soha többé visszaszerezni, végül meg fognak állapodni, végül valamilyen módon le fog ez zárulni, és ha mi ebből kimaradunk ebből a megállapodásból, akkor vajon ki fogják kitölteni majd a jobbszektoros és egyéb megkeseredett ukrán nacionalisták a dühüket, azokon, akik ott maradtak. Hát ez, sajnos ez a folyamat előrébb jutott azóta. Úgyhogy ezeknek az uraknak lett volna küldetésük már tavasz óta bőven ebben az ügyben, de még most is azért aggódnak, hogy Ukrajnának milyen területi integritása, vagy a területi integritása meg ne sérüljön. Felháborítónak tartom ezt, és azt gondolom, hogy igazából ma hazafias körökben ennek van itt az ideje, hogy Kárpátalja ügyében kampányoljunk, az embereket próbáljuk meggyőzni, hogy igenis ez egy fontos kérdés, mert ha az elvi dolgok mellett elmegyünk és lemondunk a saját földünkről, akkor végül majd ezt a földet is el fogjuk veszíteni, mert látják, hogy tőlünk el lehet venni. Úgyhogy én ennek szellemében kívántam itt megszólalni. Köszönöm, hogy meghallgatotok. Elindultam szép az Magyarország.
tambur, szememből a könny kicsordult. Bue viden, bue vacsora, boldogtalan minden órán. Nézem a csillagos eget, sírok alatta eleget. Én Istenem, rendelj szállást, mert meguntam a járkálást. A járkálást, a bujdosást, idegen földön a lakást. A járkálást, a bujdosást, idegen földön a lakást. Most hallgassuk Gaudi Nagy Tamást. Szép jó estét kívánok mindenkinek! Nem jól látok itt mindenkit, itt a szép zászlóktól, de szeretettel köszöntök mindenkit. Kicsit Gyurira rímelve, tényleg már 20 évek óta taposok itt a nemzetért való küzdelem útját, és sok tekintetben ugye gondolataink is rímelnek, hiszen ő feltette a kérdést, hogy mi a küldetése vajon egy mindenkori magyar külügyi államvezetésnek. Ugye hát ő megadta a saját értelmezése szerinti választ. Ugye mi, mint egy szétdarabolt nemzet tagjai, nagyon jól tudjuk, hogy mi a küldetése egy szétdarabolt nemzet tagjainak, akár civilként, akár országgyűlési képviselőként, akár államvezetőként, a nemzet egyesítésen dolgozni. Ennyire egyszerű. És azért vagyunk ma itt, én legalábbis azért jöttem el, bár utóbbi időben megpróbáltam ritkítani közeleti szerepléseimet, hogy kisebb támadási felületet adjak, hiszen abból volt bőven elég, de most már ezek kicsit ritkulnak, ezek a támadások. Eljöttem, mert Éfi Egeris Lóránt egy olyan személyiség, akiért ki kell állnunk. Ki kell állnunk, mert ugye itt ezek a mécsesek utat mutatnak, fényt mutatnak az éjszakában, és ugyanezt teszi ő már hosszú évtizedek óta munkásságával, és ő is ugyanúgy, vagy ugyanúgy Budázi Gyuri, vagy akár Krisztinát is mondhatnám, Reiner Péter, akik most itt megszólalunk, és akik sokan itt vannak, mind-mind valamilyen módon jelképes emberei annak a gondolkodásnak, ami a nemzetegyesítési hivatást jelenti. Ezen dolgozunk, ez adott esetben sokaknak nem tetszik, ez egy út, egy olyan misszió, ami szükségképpen megelőzi mindig a korát. Láthatjuk mai napig is, hogy például az a petíció, amire Gyuri utalt, és amiből én is szeretnék majd idézni, hiszen március 28-án valóban egy nagyon erőteljes hangú tüntetést szerveztem itt a BEM téren, nagyon sokan eljöttetek, szerintem sokan itt is vagytok, akik annak idején is itt voltak, évvégén vagyunk, ugye itt hát különböző más elfoglaltságai vannak az embereknek, de jelkép értékében ez a rendezvény most nagyon fontos, hogy hangsúlyozok ismét, mind a magyar külügyi vezetésnek, mind a Kárpátalján túszként élő magyar közösségnek, bátorításként, mind az európai és a nemzetközi szervezetek döntéshozóinak, mind pedig a kárpátai magyar szervezetek vezetőinek, hogy a magyar közösség nem fog tovább hátrálni. Tehát véget kell vetni a hátrálás politikájának, véget kell vetni a kisebb rendőrségi komplexusoknak, véget kell vetni a félelemmel telített gondolkodásnak, amely most az utóbbi időben ugye úgy tűnik, hogy a gazdasági szempontokat helyezi elsőrendű szerepkörbe, és alig hallunk már, alig halljuk viszont Orbán Viktor miniszterelnök úr beiktatási beszédekor elmondott mondatokat, remélem emlékeztek még rá, én nagyon jól emlékszem, május 6-án volt, amikor ő elmondta világosan, hogy Kárpátalja számára jár az önrendelkezés, ezt követeljük az új ukrán államtól, és az új állam kialakításának a szabályrendszerében ez megkerülhetetlenül
egy rendezendő körülmény. És Magyarország követeli azt, hogy a kettős állampolgárságú magyar honfitársainkat ne zaklassák állampolgárságuk miatt, és élvezhessék azokat a jogokat, a legmagasabb szintű rendelkezést, így fogalmazott. Most ez utóbbi időben tényleg elhalkult, és ez nagyon aggasztó folyamat. Tehát azért is jó ez az eset ilyen értelemben, hogy aki ugye úgy tűnik, hogy bűntárs volt ebben a petícióban, idézőjelesen, és ugye felvállalta, hogy eljött és aláírta, az valószínűleg úgy tűnik, hogy tényleg egyfajta fekete listára került az ukrán államnál, ami csak visszaigazolja azt, hogy jó úton járunk. Mert mi is volt ugye, csak pár mondatban azért idézzük már fel a legfontosabb gondolatait ennek a petíciónak, és ezt szerintem nyugodt szívvel ma is kimondhatjuk, hogy vagy felkérlek benneteket, hogy nyilatkozzatok, hogy tudjátok-e mai napig is támogatni azt például, ugye 8 pontja volt ennek a petíciónak, egy pont már teljesült. A leghatározottabb, leghangosabb követelésük az volt, hogy Martonyi János ne legyen többet külügyminiszter. 2 nappal a tüntetés után bejelentették, hogy nem lesz többet külügyminiszter. Tehát jó úton járunk, de van még egy pár apró feladat idézőjelben. Például az első kérésünk az volt, követelésünk, hogy Haladéktól kezdeményezze a kormány az ENSZ nemzetbiztonsági tanácsának összehívását annak érdekében, hogy a veszélyeztetett magyar és ruszin közösség nemzetközi felügyelet mellett szervezett népszavazáson dönthessen önrendelkezés jogának gyakorlásáról a Krisztina által idézett nemzetközi egyenség okmány szerinti jogával élve, és ennek érdekében nemzetközi békefenntartók jelenlétét követeljük meg, hogy tiszta körülmények között történhessen meg ez a népszavazás. Aztán követeltük azt is, hogy a Krímfélsziget Oroszországhoz történő visszacsatolását fogadjuk el, hiszen ez az önrendelkezési jog egyértelmű és világos gyakorlása volt, megtörtént. Én akkor ígéretet tettem arra, hogy az Európa Tanácsban ki fogok állni emellett, ezt meg is tettem. Nagyon sokan elismerően, valakik meg nagyon magukból kikelve reagáltak erre, de úgy érzem, hogy sikerült felrázni ott sokakat az európai döntéshozó fórumokon. Most Krisztina ugyanezt tette több alkalommal az Európai Parlamentben, és sajnálatos, hogy például a magyar képviselők, a baloldali, álbaloldali és a kormánypárti képviselők mind megszavazták közelmúltban Ukrajna Európai Uniós társulási megállapodását zokszó nélkül, sőt, ez még fokozódott ez a újabb hiba, hiszen a Magyarországgyűlés december 8-án szintén ratifikálta a magyar, az Európai Unió és Ukrajna közötti társulási megalapodást, és mindenfajta előfeltétel, mindenfajta követelmény támasztása nélkül, amellyel egyébként a magyar állampolgárságú, jelentős részben magyar állampolgárságú kárpátaljai magyar testvéreink számára csak egyszerűen érvényesíteni kellett volna azt, amit miniszterelnök úr ugye májusban elmondott az országházban, mégpedig a legmagasabb szintű önrendelkezési jogot, amelybe beleértendő a népszavazás megtartása melletti akár határmódosítás, vagy ennek hiányában a legmagasabb szintű területi autonómia. És ezen a tüntetésen hogy azt is el tudtam mondani, hogy éppen elfogadás alatt áll az Európa Tanácsban egy újabb olyan dokumentum, amely még jobban ráerősít erre az alapelvre, erre a nemzetközi jogi önrendelkezési alapelvre, és örömmel jelenthetem, hogy ez is megtörtént, tehát idén áprilisban az Európa Tanács elfogadta a Kalmár Ferenc KDNP-s képviselő által előkészített és sok tekintetben azt a határozatot nyomon követő jelentést, amelyet mi közösen annak idején 2011-ben tudtunk átvinni az Európa Tanácson. Tehát van jelenleg egy olyan nagyon határozott és egyértelmű dokumentum, nemzetközi jogi okmány, amely alapján részletszabályok tekintetében a magyar állam nyugodt szívvel felléphetne és megkövetelhetné azt, hogy addig nem ratifikáljuk ugye a Ukrajnával kötött társadalmi megállapodást, amíg nem teljesítik a feltételeinket. Hát sajnos pedig megadtuk a lehetőséget, leírtuk a petícióban a követelésre egyszer, neki csak azt kellett volna csinálni, idézőjelesen, nyilván még meg lehetett volna ezt egy kicsit tökéletesíteni, ha úgy tetszik, de ezt a követelmény listát nyugodtan le lehetett volna tenni az ukrán kormány asztalára, le lehetett volna tenni az Európai Unió többi tagállamának az asztalára, és világossá tenni, hogy úgy, mint ahogy Szlovénia blokkolta a Horvátország unió csatlakozását a saját nemzeti érdekeinek biztosítása érdekében, ennek érdekében mi is ezt fogjuk tenni. Ez elmaradt. Elmaradt még az is, hogy az Oroszország elleni szankciókat Magyarország ne támogassa. Most már azért annyira nem támogatják, verbálisan semmiképpen nem, de formálisan még azért igen. Azt is kértük, követeltük, hogy a Magyar Honvédség azóta esetben írjon egy olyan forgatókönyvet, és készüljön fel arra, hogyha
valóban az akkor nagyon heves háborúk, harci cselekményekkel is járó események utolérik a kárpátai magyarságot, és ne tétlenül nézzük, hogy határaink, tehát a csonka határok túloldalán esetleg magyar vér folyik ismét. Aztán azt is követeltük, és ez volt, amire Gyuri utalt, hogy Magyarország kormánya jelentse be igényét arra, hogy a magyar és ruszin nép által lakott Kárpátalja térjen vissza Magyarországhoz, amire egyszer már ugye sor került 1939-ben, miután az elcsatolás megtörtént, hiszen mindig is Magyarországhoz tartozott, és döntsenek arról az ott élő népek, közösen a történelmi együttélésben élő népek, hogy kívánnak érvényt szerezni az 1991-es népszavazásnak, amely már akkor világosan kimondta, hogy az ott élő népek szeretnének önrendelkezést. Végül azt is kértük, hogy az Ukrajna területén jogfosztottságban élő többi népcsoport önrendelkezés joga mellett is álljon ki a magyar kormány. És végül, de nem utolsó sorban, azt is követeltük, hogy kifejezetten lépjen fel az Európai Unió bizottságára, hogy az Európai Uniós polgárnak is minősülő magyar állampolgárok, 150 ezer, vagy ugye 200 ezer inkább kárpátai magyarból, kb. 50 ezer magyar állampolgársággal is rendelkezik, és követelje meg számukra a legmagasabb szintű garanciákat. Ugyanezt Krisztina megtette az Európai Parlamentben, és ez is elmaradt. Noha pontosan valóban 10 évvel ezelőtt volt ez a népszavazás, amely megkerülhetetlenítette ezt a kérdést. Ugye kedves hívó szóra múlt héten tényleg abban a megfontolásban nem mentem el, hogy tényleg most ritkítom ezeket a közéleti alkalmakat, de Lórán baráti kérésének ugye gyakorlatilag nem tudtam nem eleget tenni, úgyhogy ezért jöttem el. De ha már itt vagyunk ennél, akkor tényleg jelezzük előre, jelezzük, hogy a nemzeti misszióban, a nemzeti küldetésben időről időre azt megkapja az ember, hogy túl korán van, túlzó ez a követelés, idő előtt ez a követelés, nem találkozik a társadalommal, a érdekeivel, és irreális. És valójában a történet mindig azt igazolja, hogy ezek az idő előtt felvetett, úgymond túlzónak minősülő követelések előbb-utóbb fősodratú követelésé válnak, és ilyen kis apró gesztusnak is tekintető az, hogy amikor a február 13-án az utolsó parlamenti ülésen az Európai Unió zászlót leharbalás képviselőtársam együtt kihajtottuk a országgyűlés ablakán. Ez akkor egy ilyen nagyon törvénytelennek kívánított cselekedet volt, amely után bírságfenyegetés, meg felelősségre vonás, meg minden kilátásba helyeztek, és lám mi történt, változtak az idők, és eljutottunk oda, hogy pár héttel ezelőtt, amikor a szocialista képviselők megpróbálták visszacsempészni a parlamentbe az unió zászlókat, már őket fenyegette rendbírsággal, és utasította ki az Európai Unió zászlót Kövér László az országház ülésterméből, és hát ugye ezek a zászlók eltűntek onnét, tehát mai napig nincsenek ott az ülésteremben az unió zászlók, tehát igenis ezt a munkát, tehát folytatni kell, még ha a jelen körülmények között hálátlannak tűnik, és úgy tűnik, hogy nagyon egyedül vagyunk, vagy nagyon kevesek, nincs így. Én biztos vagyok benne, hogy ez a gondolatkör a jó érzésű, jó akaratú magyar emberek többségénél mai napig is jó rezonál. 1.521 ezeren mondtak igent annak idején a magyar állampolgárságra, ennél már biztos vagyok benne, sokkal többen támogatják annak a gondolatát, hogy egy szétdarabolt nemzet akkor lehet csak igazán öntudatos, akkor járhatja csak a saját útját, hogyha nem mond le a csatolt testvéreiről, és kiáll ő mellettük, és kiáll azok mellett, akiket meg emiatt ér üldöztetés, hogy ők kiállnak az elcsatolt sorban élő testvéreink mellett, mint ahogy Ifjegeri Stórátot is ilyen atrocitás érte, ugyanez történt ugye Budázi Gyurival, illetve ugye Kovács Béla európai parlamenti képviselőt is kitiltották, aki ugye részt vett a krími népszavazáson törvényességi megfigyelőként, és ugyanezt történt Jönyösi Márton országgyűlési képviselővel, aki meg a kelet-ukrajnai népszavazáson, vagy a kelet-ukrajnai választásokon volt megfigyelő. Tehát igenis össze kell zárni sorainkat, én is ezt kérem tőletek, hogyha éppen eljön az ideje, akkor álljatok ki majd mellettem is, de ezt köszönöm már sokszor megtettétek, és nekünk most az a feladatunk, hogy mutassuk a zászlót, hadd lobogjon a magyar zászló, és ennek jegyében egy örömteli eseményt is bejelenthetek, ugye ez a hazatérés templom gyülekezetét érinti, egy mai örömteli esemény volt, mégpedig az, hogy 2012. május 20-a után Gróf Tisza Istvánné Magdika a mai napon kapta vissza a gyönyörű címeres erekés zászlóját a fővárosi törvényszék bűnjel jegyzékéből, ma vettük át, hiszen egy hosszú csata után
sikerült végül is a mai kor körülmények között, azt mondom, hogy tulajdonképpen következmények nélkül kihozni őt ebből a nagyon nehéz eljárásból, ahol ugye, mint tudjuk, ő ellene indult eljárás, az őt megtámadó Dániel Péter rendezvényre ijekő embert, ugye a rendőrség futni engedte, Magdi nénit, Magdikát meghurcolták, de gyakorlatilag ennek ellenére ő bátor, derék magyar asszonyként példát mutatott arról, hogy hogyan lehet és kell az üldöztetés ellenére büszkén magyarnak lenni, ellenállni, és éppen ezért tényleg nagy örömmel nyugtázhattuk ezt a tényt, hogy itt van ez a szép zászló. Hát meg kell mondanom őszintén, ha szabad elárulni, hát tényleg elérzékenyült itt Magdika, amikor itt tényleg kihozta a kedves hölgy a jelzőt, hogy ez az ő karácsonyi ajándéka. Mert tulajdonképpen valóban ezek a jelképek, mint ahogy azok a személyek is jelképek, akik a nemzeti gondolatot képviselik és üldözik őket, ugye itt a megszálló államok, nyilvánították most nem kiváltó személyének, kifélget és Lórántot, de bizony mi, ha összezárjuk a sorokat, és kellő erővel tudjuk mutatni a jelenlegi külügyi vezetésnek és elcsatolt testvéreinek is, és az ő vezetésükre hivatott ottani, sokszor úgy érzem kishitű és azért megfáradt képviselőknek, vezetőknek, hogy emberek, az ő rendelkezési jog mindenkinek jár, és most már tényleg Közép-Kelet-Európában most már lényegében minden nemzet és népcsoport megkapta ezt a lehetőséget, kiharcolta magának jó időben, jó helyen és keményen odaállva. Most nekünk az a feladatunk, hogy ezt tegyük a magyar közösség érdekében, és ebben szeretném tovább folytatni a küzdelmet veletek, Lórival, Krisztinával, Gyurival, Péterrel, és mindazokkal, akik itt vannak, és támogatják ezt a nemzeti egyesítés, a nemzet egységének gondolatát. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Köszönjük szépen, most ifja Pegedűs Lóránt következik. Kedves magyar testvéreim, nagyon köszönöm, hogy a hívó szóra ennyien eljöttek ezen az adventi estén, és a környezet maga úgy vélem, hogy önmagáért beszél. Egyrészt az a szószék, amin állok, és álltak barátaim is, és szóltak nem mellettem, hanem a kárpátaljai magyarság mellett. A Horthy kápolnának a szószékéről van szó. A két zászló pedig a hazatérés temploma szószékének melvédjét díszíti az úrnapi és ünnepi istentiszteleteken. Az egyik a nemzeti lobogó, cserpaággal és olajfaággal, pajzsartó díszekkel és természetesen Szent Koronával, a másik pedig a hazatérés temploma zászlaja a református egyház címerével. Nem véletlenül tartottam fontosnak, hogy ez a két zászló itt megjelenjen, mert úgy vélem, hogy ha valamit képviselnie kell református lelkésznek szolgálata során, az mindig egyrészt egyháza alapvető evangéliumi látása, hitvallásos tanítása, másrészt pedig a magyar nemzeti életérdekeknek a vállalása. A kettő egymásról elválaszthatatlan, és adventben, akkor, amikor készülünk karácsonyra, az inkarnáció, az ige testre töltésének csodájára, akkor éppen azt kell, hogy tudatosítsuk magunkban, hogy a betlehemi jászolbölcsőben megszülető kicsi gyermek a mindenható Isten egyszülött fiaként, a Szent Háromság egy örök és igaz Isten második személye, aki így szól missziói parancsolatában, nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Tehát az isteni teljhatalmat, amit mind a mennyei szférákra, mind a földi életre vonatkozik, testesíti meg a mi megváltó Urunk, és azáltal, hogy ige és lélek szerint bennünk lakozás vesz, úgy szül bennünket újjá, hogy teremtettségi adottságunkat tisztítja meg az eredendő bűn ártó hatásaitól. Azaz senki sem lehet úgy új teremtésé keresztényé, hogy ne találna vissza
Istentől nyert teremtettségi adottságához saját népéhez. Az a keresztény ember, amelyik saját népének életérdekeit nem úgy képviselni nem tudja, hanem figyelembe sem veszi, az nem méltó a keresztény nevezetre. Az nem keresztény ember. Elsőrenden a saját népünket kell tanítványát tenni Krisztus tanítványává, és utána fordulhatunk hitelesen más népek felé. Ezért van szükség arra, hogy a nemzeti elkötelezettség is demonstratíve megjelenjen a mi szolgálatunkban, de természetesen szükséges, hogy mindezt az új teremtés rendjében tegyük, azaz egyháziasan és az egyházhoz, Krisztus földi testéhez hívva a Isten kereső embereket, és még azokat is, akik nem keresik Istent, mert nem tudják, hogy miért fáj nekik az égő élet, hisz nem volt benne részük soha, és nekünk kell megmutatnunk az igazi valóságot, a virtuális valóság helyett, nekünk kell szembesítenünk őket azzal, hogy igaz emberségüknek mi a forrása és mi a végső célja. Nos, hát én elképesztőnek tartom, meg kell, hogy mondjam, hogy saját egyházamban egyetlen egy tisztséget betöltő ember nem tartotta szükségesnek azt, hogy megkérdezze tőlem szolgatásaként, a szolgatásától, de mégis mi történt? Miért tiltottak ki téged? Nem egyszerűen egy szomszédos országból, hiszen mi vagyunk az az állam, az az ország, tudjuk, amelyik önmagával határos, körbe-körbe, hanem egy elcsatolt területről. Hogyan tilthattak téged ki szolgatásom magyarok lakta területről, akkor, amikor oda igyekeztél, lelkipásztori szolgálatot kívántál végezni, áldozatokra, a kommunizmus áldozataira kívántál megemlékezni, harcostársaiddal, honfitársaiddal. Hogy kerülhetett erre sor? Érdekes módon a református egyházat úgy látszik, ez nem izgatja különösebben. Azt gondolják, hogy ha a püspököket nem tiltják ki, akkor nincsen semmi baj. De vajon a püspökökre előbb-utóbb nem fog sor kerülni? Hogyha így haladunk előre? Van, aki a mai rendezvény kapcsán felvetette, és kijelentette, hogy hát ő azért nem reklámozza ezt a rendezvényt, azért nem küldi tovább a meghívót, mert hogyha mi most feszültséget szítunk, akkor azok malmára hajtjuk a vizet, akik a jelenlegi kormányzatot támadják, és utcai demonstrációkat szerveznek amerikai rendelésre. Kérem szépen, hát én is tudom, de én sem most jöttem le a falvédőről, és ti sem, nyilvánvalóan, kedves testvéreim, hogy milyen háttérpraktikák működtetnek közre a tekintetben, hogy akár egy kormányzatot titkosszolgálati eszközökkel is megpróbáljanak eltávolítani, mert akiket a helyükre akarnak, az tagadhatatlanul sokkal rosszabb alternatívát kínálnának a magyarságnak, mint a jelenlegi. De vajon, kérdezem én, helyes gondolkodásmód ez? Azért ne szóljunk, mert a mostani után esetlegesen rosszabb is jöhet. Azért hallgassunk a jelenlegi rosszról, hogy nehogy rosszabb következzék be. Hát nem azért következik be mindig a rosszabb, és a rosszabb, és a még rosszabb, mert hallgatunk, hogy rossz következett be. Vajon nem azért csúszunk mi bele a totális önfeladásba, a teljes megsemmisülésbe, a teljes kifosztottságba, mondjuk ki, a nemzet halálba, mert így vélekedünk, így gondolkodunk. Vannak, akik arra hivatkoztak, hogy én azért nem jövök, mert ez is felszólal. Én azért nem jövök, mert amaz szólal föl. Na én meg azért, mert amaz. Mondjuk, azt még senki nem mondta nekem, felém, hogy azért nem jön, mert én felszólalom. Pedig biztos, hogy volt ilyen, és van ilyen. Nos, kérem szépen, mit ér az ember őszinte atyafi egyenesség nélkül? És mi értelme van az ilyen álságos kifogásoknak? És mi lenne végre, hogyha a nemzeti oldal, beleértve a nemzeti radikális oldalt is, nem azt szerint porciózná ki mondjuk egy demonstrációnak a nyilvánosságát, hogy az pártlogóval van ellátva, esetleg a szószéken az nem lehet, de mondjuk világi rendezvényen inkább, majd ezt megvitatják a egyház jogászok egy olyan alkalommal, amikor erre sor kerülhet, de akkor, ha pártlogóval van ellátva, reklámozzuk, ha nem, akkor hát éppen úgy szörmentén valamennyire kecske is jól lakjon, káposzta is megmaradjon, megjelentetjük. Én nagyon köszönöm azon honfitársaimnak, akik itt vannak, hogy segítették, továbbadták, hogy lesz ez a demonstráció. És mondjuk ki, hogy
valóban szükség van egy szent maradékra, arra a bizonyos magra, amiről Budaházy György is beszélt. Igen, szükség van az olyan kiállásra, ami távlatosan nézi a jövendőt, és nem a jelen érdekei szerint kívánja elhatározni, hogy meddig megy el, hogy mi az elfogadható realitás, és mi az elfogadhatatlan, amikor jobbára már minden elfogadhatatlan, ahogyan Gaudi Nagy Tamás is beszélt erről, hogy igen, van, amikor ki kell tűzni a zászlót, valamikor éppen ki kell dobni a zászlót, attól függ, hogy milyen zászlóról van szó, és előbb-utóbb eredményt lehet elérni. És mi a sokkal előbb, mint semmi gondolnánk. Hányszor mondjuk hétköznapi mondásunkkal, hogy Isten malmai lassan, de biztosan őrölnek. De meg fognak lepődni ezek az urak, amikor kiderül, hogy az a Isten malmai szerinti lassúsága nem is annyira lassú, mint amennyire lassú az ő gondolkodásuk, hogy felfogják, hogy változnak az idők, változnak az emberek, változnak a korok, és vannak korszakos kihívások és lehetőségek. Kárpátalja kapcsán pedig erről a korszakos kihívásról és lehetőségről beszéltem én is tavasszal. Ahogyan erről szóltak akkor is a itt jelen lévők, és hát külön köszönet Morvai Krisztinának, valóban aki emberi jogvédőként mindig a személyes jogokat és a kollektív közösségi jogokat is a közgondolkodás középpontjába állítja. Hogy nem lehet a kettőt egymással szembefordítani. Miközben érzékeljük, hogy ebben a világban döntően van egy individualizáló törekvés, hogy atomizálják a társadalmat, akkor ebben látjuk, hogy a személyes érdekeket is végül semmibe veszik, mert a kollektív jogok érvényesítésére végképpen nincsen lehetőség. Mit szeretnénk mi? Hát ami ki van írva a Horthy kápolna szószéke melvédjére. Milyen rettenetes skandalum önrendelkezés Kárpátaljának. Hogy milyen módon valósul meg ez, milyen fokozatossággal valósul ez meg, és hova teljesedik ki, az a jövendő kérdése. De egyet nem lehet, hogy ne legyen önrendelkezése a magyarnak. Egyet nem lehet következmények nélkül és magyarázat nélkül magyar állampolgárokat kitiltani és eltiltani határon túli véreiktől. Egyet nem lehet, hogy a külügyminisztérium ukrán törvényekre hivatkozzon és mossa kezeit, mint Pilátus, sőt rosszabb, dörzsöli, mint Kajafás. Minden együttérzés nélkül. Kérem szépen, Isten ments, hogy én a NAV elnökéhez hasonlítsam magamat, főképpen erkölcsileg, bár én semmivel nem vádolom szemben Gutferenddel, aki éppen szembe közelített velem, amikor a Szabadság téren készülöttünk erre a demonstrációra. Hát nem tudom, hogy mit értett abból, amit én felé üzenetként közvetítettem, de remélem, hogy egy tolmács, aki vele volt, lefordította mindazt. Csodálom, hogy ez még szabadon mászkálhat csak úgy, különösebb őrizet nélkül. Ez a mi gyalázatunk, mondjuk ki, hogy a mi gyarmati sorsunkat így fogadjuk el, hogy tudomásul vesszük, hogy egy szuperhatalom ilyen módon próbálja a magyar állam szuverenitását semmibe venni. De kérdezem én, hogyha ilyen körülmények között a magyar kormány képes az amerikai szuperhatalomtól magyarázatot kérni a NAV elnöke kitiltására. Ha nem is hasonlítom hozzá magamat, de a törvény előtti egyenlőség mégiscsak van. Az én állampolgárságom másodrendű, harmadrendű, tizedszázadrangú a NAV elnökéhez képes. Vagy Ukrajna nagyobb hatalom, mint az amerikai Egyesült Államok, aki föntartja az ukrán bábkormányt. Nem lehetett volna odaírni az ukrán törvényeket felidéző, ostoba és korlátolt nyilatkozathoz, kedves Németh Zsolt, mert tudom, hogy te vagy mögötte. Igen, én kimerem mondani. Ha már nem is vagy államtitkár, de külügyi bizottsági elnök. Nem lehetett volna odaírni, hogy hát azért természetesen magyarázatot fogunk kérni, hogy mi ennek az oka. Kérem szépen, alapvetően tudjuk, hogy mi az oka. Az, hogy úgy védjük, mert ez van a önrendelkezés Kárpátaljának felirat alatt, a mi földünk, a mi hazánk. Igen, ezt így érezzük. És tudnunk kell azt,
hogyha mi egyetlen egy taplatnyi földön, szívünkben, lelkünkben, lelkünk mélyén lemondunk. Lemondunk a csonkotthonról is. Lemondunk önmagunkról, lemondunk gyermekeink és unokáink jövendőjéről. Ezért lehet bennünket tovább csonkolni, nem csak testileg, hanem lelkileg és szellemileg is. Hát ennek kell véget vetnünk egyszer s mindenkorra. És legvégül még egyet a méltó környezetről. Így alakult, a külügyminisztérium itt van a Bem téren. És egy vallomással tartozom, diákkoromban a BKV igazolványban beletettem a tokjába egy képet, amelyet a átkos kommunista rendszerben a történelem könyvből vágtam ki. 56-ról hazudoztam benne, persze ellenforradalomként, de kis képen rajta volt a Bem tér a nagy tömeggel. És ez lebegett mindig lelki szemei előtt, idealista ifjúként, hogy egyszer megjelenik az a nagy tömeg. És én bízom benne még most is, lankadatlanul, habár fogyatkozik a magyar, és fogyatkozik a mi hitünk, és lelki erőnk is, hogyha most csak ennyien is vagyunk, de előbb-utóbb egyszer roskadásig meg fog telni ez a tér. És bízom benne, hogy az az üzenet, amit Bemapó megfogalmazott, szemben a szektás felfogású emberekkel, akik számára Bem József sem lehet nemzeti hős, és egyetlen egy függetlenségi és szabadságharcos küzdelmünk vezetője, de én bízom benne, hogy Bemapónak az üzenete minden magyar szívéig elér, hogy a hidat meg kell menteni, meg kell tartani. Ha a híd elvész, elvész az ország is. Hát így építsünk hidat egymáshoz, szívtől szívig, lélektől lélekig. Így vállaljuk a felelősséget egymás iránt, ahogy a Szabó Dezső nagy kávista Lánger még mondja, minden magyar lélek felelős, minden magyar lélekért. Ezt a lelki emelkedettséget szolgáljuk most a rendezvényünk végén, arra kérem a testvéreket azzal, hogy egy percben mi ma tisztelgéssel adózzunk az ukrán-orosz konfliktusban áldozatul esett ártatlan magyar és ruszin testvéreinkért. De kérném, hogy mindezt úgy tegyük meg, hogy emlékezzünk azokra a kárpátaljai meghurcolt magyarokra és németekre, akiket elhurcoltak a szolyvai gyűjtőtáborból 70 esztendővel ezelőtt, mivel ezt nem tettem meg én és Lejner Péter bajtársam és Hajdú Lajos és kedves felesége, ők kísértek el, és Lejner Péter kedves felesége erre a rendezvényre, a Beregszászira és a Szolyvaira. És nagyon köszönöm az ő szolidaritásokat, hogy nem hagytak az útszélen, hanem közösséget vállaltak velem, de ezáltal a magyar nemzeti életének a érvényesítésével. És emlékezzünk, nagyon kérem, ahogyan ezt megtettem tavasszal is, most is, mert az ukránok éppen ekkor emlékeztek a szolyvai rettenettel szinte egy időben a holodomor áldozataira, hogy Sztálin miként éheztette ki Ukrajnát, és az ő adatai szerint 10 millió, de minimálisan 7 millió ukrán esett ennek áldozatul. Igen, emlékezzünk mi rájuk is, mert az egyetemes isteni szeretet jegyében, az Istentől nyert lelkiismereti szabadság szerint mi ezt szabadon megtehetjük, ettől emberségünk nem hogy kisebb lesz, hanem épp ellenkezőleg nagyobb, elmélyül, és így válhatunk igaz magyarokká és igaz emberekké. Emlékezzünk hát! Köszönöm testvéreim! Végezetül pedig még Gróf Tisza Istvánné Magdékának gyülekezeti tagomnak üzenem, hogy hát jobb hiány, miután a rettentő fegyverét, a zászló rúdját még továbbra is fogva tartja a hatalom, kitűzzük a ő zászlaját, ahogyan láthatják a testvérek a Horthy kápolna szószéke mellvédjére, de engedje meg, hogy ezt a rudat én pótoljam, és fontosra tartom minden személyes vállalásként, és korábban is említettem a gyülekezeti tagok előtt Biblia órán
Magdikának, és ezt így is vélem. Úgy vélem, hogy miután próbaidőre bocsátották, és egy óriási fegyvertény a koncepciós eljárás során Gaulina Tamásnak, ügyvéd barátunknak, testvérnek köszönhetjük az ő kiállásának. Nos, én igyekszem ebben a próbaidőszakban, amit Magdika átél, egy olyan lelki vezetés adni, hogy Magdika kibírja ezt az időszakot. 3 évről van szó, jól tudom? Igen. Igen? Rendben. Hát nem tudom, hogy hogy fog sikerülni nekünk ez együtt, hogy nyugton maradjunk, de annyiban természetesen nem fogunk nyugton maradni, hiszen a nyughatatlan lélek, az a bizonyos cívódó magyar koppányi lélek az azért némileg bennünk van, hogy küzdjük nemzetünk megmaradásáért, de hitem és reménységem szerint ezt mégis építő jelleggel fogjuk tenni egész magyar nemzetünk újjászületése érdekében. Áldott adventet, áldott karácsonyt kívánok testvéreimnek. Most Zsuzsa nénilemet kérném meg, hogy a szózattal zárjuk mai rendezvényünket. És köszönöm Bai Miklósnak és Ideg Sándornak a segítségét a mai rendezvény előkészítésében, a hangosítás idehozatalában, beüzemelésében, és feleségemnek is a segítségét, akivel a szószéket szállítottuk ide a rendezvényre. Hazadnak rendületlenül lékével ó magyar bőcsőd az, s majdan sírod is, mely a számodra hely. Hagyjon vagy verjen sors keze, itt élned, élned halnod kell. Hagyjon vagy verjen sors keze, Isten velünk, viszontlátásra!